Üdvözlök mindenkit itt a B-Game, én Tamás vagyok, és ez pedig itt újra a CMTV3, és még mindig egyedül vagyok, mert a srácok még mindig nem jöttek haza. Úgyhogy csapassuk az illegált. Na srácok, itt is vagyok, van is egy kapásom. A csávó 500 kortlőszert vesz, ez 100 per darabba. Ugye az 50 000 dollár lesz. Úgyhogy most pakolom be a kocsiba. Hoppá, kicsit laggolok. Jó. És akkor csapatom is oda az autós iskolához. Ugye a csávó SF-ből jön, úgyhogy valószínűleg sokat várni kell vesz rá, de nem baj, legalább leparkolom a kocsit nyugodtan, mindent elintézek, ami kell, úgyhogy ez így még jó is. Hoppá, piros. Van benne van még ez a... Na, tényleg kiszedték amúgy, most nem basz meg a piros. Nem baj, az a jó. Még elég idegestő volt, hogy 1250 dollárra megbaszállandóan. És nem, tehát nem raktam bele, bazd meg, elfelejtettem, mindegy, majd itt. Na most csak így beállok ide. Elfelejtettem belerakni. Nincs más benne, nincs más benne. Rendben van, akkor ez itt parkol. Én meg oda megyek az autós iskolához. Én azt hiszem, hogy a jogosítvány ez le tud járni. Ja, meg nem is az én képemhez van, baszki. Most akkor újra kell csinálnom, ne szórakozzunk már. De még jó. Még jó a jogosítvány. De hogy újra kell csinálni, hogyha skint váltunk, az még szopás. Na mindegy. Lényeg ami lényeg. Jön a csávó, hozza a pénzt, remélhetőleg nem rendőr. És akkor... Ő lenne az? Nem létezik ilyen gyorsan átért. Ilyen gyorsan átért a sefből? Beszarsz, az kemény. Mondjuk kicsit szét is önt erre a kocsia. Mit akartam írni? Meg sajnos még mindig egyedül tolom. Srácok még egy jó ideig nem fognak hazaérni, úgyhogy, vagy hazajönni. Úgyhogy még egy darabig így egyedül leszek. De hát nem baj, több pénz jut. Ennyi. Na mi van? Adja a pénzt. Ott van. Ott az ATM. Akkor hozzad, öcsém. Járpézgetek. Na, mindig ezt már mirom, már jön. Mondom, hátra nézek, felmérem a kocsit, elolvasom a rendszámtáblát, ám, de mindegy, nem kell. Legrosszabb esetben felpattanok erre a bicaj, ezt elmegyek a gecibe. Miért nem? Ennyi. Micsoda, plusz 18 frisky business. XXX shop női eladókat keres jó fizetéssel, what the fuck? Jó, most sem rizikós, legalábbis ez nekik rizikós, hogy mi a fasz. Ez sajnos ilyen. Most nagyon messze állok. Picsába. Nem baj. Mit írtam? Gyere vele! Azt fasz, nem tudok írni, gyerekek. Ajaj. Figyeljétek, rádió mit írt? Ajaj! Most beparáztam! Figyelj, ugye, de nem, akkor már kiszállt vagy enni. Jú, Jézus, parás volt, bejut a rádióban, gyere izé. Hú, geci. Mondom, mi a fasz? Jól van. Megtörtént az üzlet, 50 000 dollár, 500 lőszer. Megérte. És én most húzok én a picsába. Na srácok, itt vagyok ismét. Képzeljétek el, hogy kihirdettem, hogy Audi RS4 érdekel. Úgy gondoltam, hogy most már ideje felpafozni egy kicsit a kocsi készletet, meg kell most már valami maffiozósabb kocsi. Így úgy döntöttem, hogy olyat szeretnék vásárolni. Kihirdettem, írt is egy csávó, és most le is bizniszeltük vele. Hozza északi az a kocsit, és találkozok vele. Már látom is, hát bűnronda, tehát ezt biztos, hogy le fogom róla szedni. Ezt a biciklit, minek van rajta? Miért rakják rá? $2 millió dollárba veszem. Hát igazából elvileg jó árérte, tehát így böngészgettem a C-fórumokon, és mindenki ilyen 2,2-be akarja, meg 2,5-be akarja eladni. Na várjunk, még kell ezt kivennem. Na Istenem, ez az adó. Faszom ki van ilyenkor. És megint kell ezt fogadni? Vagy már nem? Nem, már nem, pont annyi van. Ja, meg most, hogy is van az adásvételi? Kell toll, papír. Egy venom, két venom, három venom, négy venom, öt venom, hat venom. Jó, nem hazudott. Súlycsökkentés, nem kell felfűzni. Alright, oké, okay. 2 millió. Rendben van, nincs tollam. Bazd meg. Nincs tollam. Jó, már is aláírom. Mauro Luigi, úgyhogy gyerekek, lesz egy RS4-em. Sokkal jobb a maffiazós szerintem. Visszaadom. Gyerekek, lett egy Audi RS4-em. Jelen pillanatban még nagyon bűnronda, legalábbis ezek még nem tetszik, úgyhogy szerintem be is állok vele a garázsba. Oh, nagyon kemény. Na jó van. Azt hiszem én mafiozósabbá teszem ezt a kocsit, mert ez így biztos, hogy nem mafiozós, tehát most mi ez a BMX a tetején, mi a fasz? Mi van benne? Olyan hülyén néz ki, nem tudom. Na mi kell nekem? Fényezés. Meg hát ez a matricas, baszki, én leveszem, tehát az mennyi? 1000 pp egy ilyen? Egy ilyen matrica? Mennyibe kell egy ilyen matrica? 1800 pp! Hát de most ez így hogy néz ki? Jó, először leveszem a bodykittet. Ami hol van? Nem itt lesz. Extrák. Ja, itt voltam, bazd meg. Optika akkor. Gyerekek, hol van? Hol van az izé? LSD-t, a paintjob, hátsó, meghajt fel. Nem, nem, variáns ez az, na. Hát ez sokkal jobban néz ki, miért nem ezt rakták rá? Mik vannak még rá amúgy? Hát ez bűronda. Ez mennyibe kerül? Ja. Hát én ráveszem, de nincs pénzem. Jó, egyenlőre leszerelem. Micsoda, leszerelni is pénzbe kerül? Jó, akkor gyerekek, veszek ki pénzt. Ez de hülyeség. Ezt lebontom én kézzel, bazd meg, nem kell ide szerelő. Lekapom róla, az csá. Jó, kiveszek egy 300 000-re. Már még festés, meg mit tudom én. Hát viszont ezek után menni kell kereskedni, ezerrel vissza kell keresni a pénzemet. De ezzel feelingesebb lesz azért illegált szállítani, tehát ez sokkal mafiózósabb. Variáns, variáns. Azt tudom, és akkor ezt rakjam rá, hogy kell, így kell forgatni. Milyen lenne anélkül? Aha, tehát ide rak rá egy ilyen kis cucit, meg ide az elejére. Hát nem tudom. Hát szerintem ez jó lesz rajta. Ja, és akkor lesz rajta egy ilyen matrica. Az mondjuk hülyén néz ki. Na most nem versenyautó lesz, ez maffia kocsi. Hát gyerekek, én leszerelem róla. Kész, így lesz. Plusz ezt a matricát, hát nem tudom. Mi legyen? 1800 pp baszki. De hát bűnronda, hát ez így nem mafiozós. Vagy színekkel esetleg így, nem tudom így valamit így alkotni, hogy... Hát nem tudom. Ja. De hogyha átfestem, akkor rajta marad a matrica? Szín 2 watt. Ez mi? Ez mi ez a szín 2? Tehát ez mit állít? Ezt nem vágom, ezt így nem látom. Jó, mindegy, szín 3 mit állít? Ezt se vágom. Szín 4. Hát ez se. Sokkal. Kilométerről le van szarva. Hát... Nem tudom. Már én így feketébe. Kész, ez lesz. Enter. Leszarom az izét. Ami mindjárt megnézem, hogy ilyenkor a paint job eltűnik-e róla, de szerintem... De csak nem, mert végülis nem veszem, mert csak... Várjunk. Nem tűnik el, akkor jó. Ennyi, rajtam a paint job. Ennyi. Tökéletes. A kerekek. Miért ilyen magas a kocsi? Ez ilyen volt régen is. Semmi jobb kerék. Ja, értem, az egyik szín az a kerék. Aha. Nincs valami jobb. Nincs, igazából a gyárja legjobb. Mindig a gyárja legjobb amúgy szerintem. Jó, akkor marad ez, viszont ez miért van így felemelve? Vagy nem is tudom. Neon, izzószín, hát izzószín ez milyen legyen? Sima. Legyen ilyen piros. Hát így menő néz ki, de... Hát nem tudom. Egy fene, legyen piros, basszus. Ha már lambóm is ilyen, akkor ez is ilyen lett. Kész. Ilyen jó, ilyen mérgesen néz ki. Démon. Jó lesz ez így. Jó, akkor mi kell még? Hátsó lökhajtó nincs, motorászat nincs, lé, az nem kell. Mondjuk lenne rá? Nincs. Nincs kerék, aki kipufogó, jó, az se kell. Hidraulika? Igen, ez nem kell. Lehet, hogy az elride van beállítva, ugye kiderül. Azt hiszem a 3-as az alap, nem? Aha, igen, igen. Így a 3-as az alap, elvileg. Kicsit fura. Jó, hogy ebbe hidraulik van, mi a fasz? Na most veszem ki azonnal. Mi értelme van? Micsoda? Hogy kell leszerelni? Gyári. Tehát azon fel, na mindjárt kiderül. A gyerekek, hát itt szarrá van bassza ez a kocsi. Jó, most már így jó. Kajak, vannak ilyen egyedi duda hangok, nem? Ahogyat kéne belerakni, esküszöm. Ez mennyibe kerül? 1200 pp, nem mondod. Ja, meg most nem is hallom, hogy le van véve az MT hangereje. Jó, mindegy, mi kell még? A kerék az így jó. Igazából így jó, kész a kocsi. Na, úgyhogy végre van egy jobb mafiózós autóm. Ezzel azért jobb lesz bizniszeket intézni, menőbb. Sokkal jobban néz ki szerintem, mint a BMW. De azért elmegyünk, összehasonlítjuk a kettőt mindjárt. Elmegyek a házhoz. Nekem sokkal jobban tetszik, gyerekek. Ezért sokkal menőbb így. Plusz a matricát se vettem le róla, hanem csak így átfestettem lényegébe. Ez így bőven jó. Na gyerekek, itt van a régi kocsi. A régi bizniszautó, és itt az új. Azért ez odabaszós. Hát sokkal jobb ez az Audi szerintem. Igazából kinek mi. Nekem ez sokkal jobban tetszik. Fogom majd izé. Vigye az árut. Gyerünk. Tökéletes lesz. Na, ez kurva jó lesz. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna szerintem. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Dobjatok a lájkot és írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek fasza-e ez ilyen mafiózó kocsinak, vagy pedig a régi jobban tetszett nektek. Igazából írjátok le, hogy melyik tetszik jobban nektek. Sziasztok!